Őszi barack mélyre szőlő, kiállt a csősz halihó, a születi mulatsághoz, vígan fütyül a rigó. Így hívogatta a születi mulatságra a kisbíró a Duna szentgyörgyieket az elmúlt hétvégén. A hagyományos programot immár 12. éve rendezi meg a község önkormányzata és az általános iskola, valamint az óvoda. Az intézmény fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek tudják, honnan jöttünk és hova tartunk, ismerjék a hagyományokat. Nagyon várják ezt a napot már, mert azt gondolom, hogy egy kellemes együtt töltött órák következnek, hogy délelőtt ugye a kézműveskedés, játékos foglalkozásra készültek, délután meg ugye a szép ruhákat fölvenni, mindenki szeret csinos lenni, és nagyon szépek. Nekem nagyon dobog a szívem ilyenkor, amikor közel 300 gyerek felvonul és gyönyörű szépen kiöltözve, és a szülők nagyon partnerek ebben a dologban. A születi mulatsághoz kapcsolódó főszerepeket is óvodások és iskolások játsszák évről évre. A bíró és bíróni a kettes számú óviban Antalka Balázs és Hörömpő Hanna volt. Most kézműveskedtünk, aztán utána felvonulunk. A hajamat a szomszéd, az Ilcsi, és az óviban kaptam a ruhát, de anya öltöztetett fel. A felvonulás forgatókönyve megszokott. Osztályonként felállunk, az első osztály legelől, a nyolcadik osztály leghátul, és körbe járjuk itt egy részt itt, most pontosan én nem jut a szembe, és körbe járjunk itt egy adott részt. És akkor visszajövünk, és akkor mehetünk akár erre. Tehát vagy haza, vagy nézni a misot, vagy ilyenek. A csikós legényeket a bíró bíróné gazda gazdáni hintója követte, utánuk csatlakozott a menet, melyben a Vadrózsa népi együttes táncosai is felvonultak, utcatáncot jártak. Ebben az évben vendégül látta az önkormányzat a három határon túli testvértelepülés Nízte, Tornyos és Gelence képviselőit is, akik a főzőversenyen is részt vettek csapatukkal. Egy birka pörköltette, egy bárány paprikást, ahogy mi szoktuk nevezni. Azt készítettünk, ami talán itt a környéken különleges, és hoztuk az önkormányzatnak a dolgozóit, akik nagyon ízesen és finoman megkészítették ezt a birka pörköltet. A különlegesség és az ízvilág szempontjából szerintem azért megkaptuk az első helyezést. A születi nap tánc együttesek fellépésével, valamint Lagzi Lajcsi és Notár Méri koncertjével folytatódott, majd bállal zárult.